Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Az új tanév újdonságot is tartogatott a debreceni iskola rendszerben. Dienes László helyett Szent László nevét vette fel az egészségügyi szakgimnázium és szakközépiskola. A két éve a hajdudorogi görögkatolikus főegyházmegye fenntartásában lévő intézmény nem csak nevében újult meg, hanem az épület is, hiszen 295 millió forintból újították fel a nyári szünetben. Így az iskola új nevét a felújított homlokzaton helyezhették el. A két éves működési tapasztalatokról, a felújításról és a jövőbeli tervekről kérdezem vendégemet, Czövek Évát, a hajdudorogi főegyházmegye oktatási referensét. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye 2 évvel ezelőtt is beszélgettünk, pont akkor, amikor a főegyházmegye átvette fenntartásába ezt a szakközépiskolát, amelynek területe specialitása az egészségügyi dolgozók felkészítése, jövőbeli dolgozók felkészítése. A 2 év tapasztalatáról beszélgessünk el az elején, azt gondolom, hogy melyek voltak az első benyomások? A szülők hogyan fogadták azt, hogy megváltozott a fenntartó? Milyen változásokat jelentett ez önmagában a működésében az intézménynek? Az elmúlt 2 év azt gondolom, hogy mind a szülők, mind a hallgatók, tanulók, mind a főegyházmegye szempontjából egy kiegyensúlyozott, nyugodt légkörű működést hozott. Amikor átvettük az intézményt, a szülői és tanulói fórumokon is hangsúlyoztuk azt, hogy egyik oldalról tudatában vagyunk annak, hogy olyan szakképző intézményt veszünk át, amiben mindig is lesznek olyan hallgatók, akik nem azért jelentkeznek ebbe az intézménybe, mert egyházi intézménybe szeretnének járni, hanem azért, mert a megye egyetlen ilyenfajta szakképesítést biztosító nagy intézménye vagyunk. Ennek megfelelően és Kocsis Fülöp metropolita atya szándékai szerint is egy nagyon toleráns, lassú, türelmes átalakulási folyamat megy végbe az iskolába, ahol a tanrendbe iktatott hitoktatás az csak az új évfolyamokon jelenik meg, akik mármint egyházi iskolába iratkoztak be, a többi évfolyamon pedig egy úgynevezett inkább a civil etikához közel álló tárgy, amit urbanisztikának nevezünk, ezt a tárgyat oktatjuk, és ez az, amin keresztül egyfajta értékrend közvetítést igyekszünk biztosítani. Egyébként az intézmény egészségügyi profilján mit sem változtattunk, hiszen egyesült klinika és kenézi kórháznak is, és a megye összes egészségügyi ellátójának szüksége van azokra a szakképesítésekre, amelyeket érettségi utáni szakképzésekben is, vagy akár szakgimnáziumi képzésekben is biztosítani tudunk. Amit jeleztünk rögtön az átvételkor, hogy mi a gimnáziumi profilt szeretnénk megtartani, ami az állami fenntartás esetén nem volt lehetséges, és ezt mi betartottuk, tehát a nyelvi előkészítő évfolyammal, illetve a két tannyelvű angol osztályokkal továbbra is indulunk, illetve a jövőbeni tervekben benne van, hogy látva a város gazdasági fejlődésének irányát mindenképpen intenzíven kell foglalkozni a német nyelvoktatással is, ami pedig én úgy gondolom, hogy a közvéleményben vagy a szülői tudatban mindig második helyen szerepel. Ezt egy kicsit úgy gondolom, hogy az intézménynek küldetésként is kell felfognia, hogy ezen a területen is emelt szinttel vagy a szakképzés területén belül is foglalkozni kell, hiszen nagyon nagy részben bővülni fog azoknak a vállalatoknak a száma, ahol ennek a nyelvnek létjogosultsága lesz az egyszerű munkavállaló szempontjából is. Hát ez kétség sem fér. Na most pont ebből a szempontból hogyan tapasztalják azt, hogy egyházi fenntartású, és ugye most már akkor nekik, akik most jelentkeztek, igen, vagy tavaly jelentkeztek, már megjelenik ugye a szabad úgy fogalmazni, az egyházi jellegű képzés, igen, is, hiszen hittanórákban, igen, találkoznak. A jelentkezők számát tekintve, a jelentkezőket nézve, az meghatározó, hogy ez a szakirány, van egy ilyen specialitása ennek az intézménynek, vagy pedig az meghatározó, hogy egyházi fenntartású? Van erre ezzel kapcsolatosan visszajelzésük? Mind a kettő megjelenik. Egyrészt azért, mert az általunk fenntartott általános iskolákból látjuk, hogy megjelent a gyerekek jelentkezése a Szent László gimnáziumba. Tehát
többet az jelenlegi egyházi fenntartású görögkatolikus iskolákból elkezdték intenzívebben választani ezt az intézményt, miután görögkatolikus fenntartásba került. Tehát megerősödött ez a fajta egyházi vonal is, viszont azt is látjuk, hogy szakképzés szempontjából pedig ugyanolyan változatlan érdeklődés van a megyéből a gyerekek, a családok részéről, tehát nem csökkent a jelentkezők száma az egészségügyi szakképzés vagy szakgimnáziumi képzés irányába. Hát szakképzésre már pedig szükség van, ugye azt látja, hogy az egészségügy mással sem. Jó, ez csúnya így fogalmazni, hogy szenved, de hát igényli a folyamatos munkaerő utánpótlást. Igen. Tudják itt a megyében pótolni az igényeket? Tehát ki tudják elégíteni az igényeket? Ugye mi iskola lévén a keretszámok által meghatározott volumenben tudjuk a képzést biztosítani. A keretszámok meghatározásából az látszik, hogy a megyében az igénynek a kielégítésében fel tudjuk tölteni azokat a keretszámokat, amelyeket előre jeleznek nekünk, akár a kamara, akár pedig a szakképzés irányából. De ez nagyon jó hír, mert akkor gyakorlatilag, aki önökhöz jelentkezik, szakképesítéssel fog rendelkezni, gyakorlatilag érettségi után is azonnal van munkahelye. Tehát szerintem ez egy nagyon jó hír. Névcsere. Miért gondolták azt, hogy szükség van arra, hogy megváltoztassák az intézménynek a nevét, és miért pont Szent László lett? Az egyházi intézmények általában az átvételkor szoktak nevet változtatni. Tehát rögtön ugye belép az új intézmény, és új nevet is kap az egyházi fenntartásban. A DNS névhez nagyon ragaszkodtak az átvételkor. Az intézményben dolgozók és a családok és a gyerekek is, és akkor semmiképpen nem akartuk ezt a törést megtenni. Úgy gondoltuk, hogy kicsi idővel, amikor már megismerik az egyházi fenntartást, és azok az óvatosságok egy picit feloldódnak az emberekben, akkor talán könnyebb lesz arra hajlítani őket, hogy esetleg egy szent, egy jelentős egyházi személy neve legyen az intézmény homlokzatán. A Szent László név az elsősorban Kocsis Fülöp metropolita atya ötlete és javaslata volt a tavalyi Szent László év kapcsán. Tehát ugye tavaly Szent László év volt, és ennek részeként sok rendezvény volt, amelyben az iskola diákjai is részt vettek, tehát egy kicsit elkezdtük bevezetni ennek a névnek a tiszteletét. Másrészt azt gondolom, hogy Szent László, mint lovak király, mint a magyar történelem jelentős alakja, azokhoz is közel áll, akik nem feltétlenül mélyen vallásosak, mélyen hívő emberek. Tehát mindenképpen a személye, a neve, az jelentéssel bír mindenki számára. És ahogy Fülöp atya beszédében mondta is, valószínű, hogy DNS László sem sértődik meg a mennyben, hogy a védőszentjéről lett elnevezve az intézmény. Tehát úgy éreztük, hogy már itt most túl nagy érzelmi hullámokat nem vet az, hogyha egy egyházi iskolára egy szent neve kerül, de azért a névválasztásban ez nagyon fontos volt, hogy magyar történelmi, jelentős, nagy tiszteletben álló személy neve az egészségügyhöz egyébként is hagyományaiban kötődik Szent Lászlóhoz egy csomó népi hagyomány, és hát a tavalyi Szent László év, ez azt gondolom, hogy így együtt hozta azt, hogy ebben az évben ez a névfelvétel megtörtént. Ugye már nincs túl sok időnk, de azért egy nagyon fontos kérdés. Ugye itt említettem, hogy egy jelentős felújításon esett át az épület. Mit érintett ez a felújítás? Ez elsősorban külső felújítás volt. Ennek az épületnek ilyen volumenű felújítása szerintem a megépítése óta nem volt. Tetőszerkezettel probléma volt beázott, tehát innen kezdődött el igazából a felmérése az épület műszaki állapotának. És hát nyilván ez maga után vont egy energiahatékonysági beruházást, amelynek részeként ugye a teljes tetőszerkezet cseréje megtörtént, illetve szigetelések, külső burkolat, szigetelés csere, nyílászárók teljes körű cseréje, tehát az épület kívülről és energiahatékonysági szempontból teljes egészében megújult. És hát nyilván azt gondoljuk, hogy szeretnénk majd folytatni ezt a sort, de
ne legyünk telhetetlenek, ne legyünk türelmetlenek. Jelentős Európai Uniós kormány és saját forrást is beépítettünk az intézménybe. Ennek részeként újra elkezdett üzemelni benne egy önálló főzőkonyha, ami ellátja a mostani görögkatolikus intézményeinket a diákétkeztetés szempontjából. Hát van még idő előttünk, hogy a további fejlesztéseket is folytassuk, de folytatni szeretnénk, hiszen jelentős sportélete van a Szent László iskolának. Szükségünk lenne az udvar, a sportudvar rendezésére, és a belső felújításról meg nem is beszélve, úgyhogy van még mit tennünk. Hát, ehhez kívánok sok erőt önöknek, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is. Augusztus 20-án a számos rangos állami kitüntetés mellett díjazzák azok elhivatottságát, munkáját, akik fiatal éveiket egy-egy népi terület művelésére szánják. Nekik ítélik oda a népművészet ifjú mestere díjat. Idén a kitüntettetek között debreceni kötődésű is volt Tóth Lilla személyében. Az énekes zenetanár prímás, nem csak kicsiket oktat, hanem egyetemi óradó is, amellett, hogy népi ének együttest szervez. A munkája sikerét az állami mellett számos rangos szakmai eredmény is jelzi. Köszöntöm a stúdióban Tóth Lillát, szép estét kívánok! Jó estét, köszönöm a meghívást! Először is szívből gratulálunk! Köszönöm szépen! Hogyan érintette, hogyan fogadta ezt a díjat? Nagyon örültem neki, hogy megtiszteltek ezzel a kitüntetéssel. Azt érdemes tudni erről a díjról, hogy nem egy egyszerű felterjesztéssel lehet kiérdemelni, hanem pályázat útján szakmai zsűri előtt kell megmérettetni, és utána a zsűri választja ki a táncosok, zenészek, kézművesek közül azokat, akiket a felterjesztésre érdemesnek tart, és ezután pedig a miniszter úr dönti el, hogy ki kaphatja meg az elismerést. Hát így aztán még külön is gratulálok hozzá, hiszen ez egy hosszú út volt. Na de nézzük az elejét. Mi volt az ön életében az a meghatározó pillanat, amikor úgy döntött, hogy az életét a népi zene, a népi éneklés irányába tereli, illetve hát ennek a területnek szánja oda? A zene az már nagyon korán megjelent az életemben. Olyanokat is hallottam szülőktől, rokonoktól, hogy hamarabb énekeltem, mint beszéltem. Úgyhogy az nagyon hamar eldőlt, hogy mindenképpen zenével szeretnék foglalkozni. Azt, hogy milyen stílussal, azt hát olyan 10-11 éves korom körül dőlt el, illetve akkor terelődtem ebbe az irányba. A Böszörményi Zeneiskolának a növendékeként egy tanári hangversenyen hallottam Bárdosi Ildikót énekelni, és annyira megfogott az éneke, olyan hatással volt rám, hogy rögtön szóltam édesanyámnak, hogy én is szeretnék ilyet tanulni. Onnantól pedig szinte egyenes út vezetett idáig. Hát úgy hallogatom a hangját, és hát abban benne van a népi éneklésnek minden zöngéje. Úgyhogy innentől kezdve egyértelmű. De nem csak éneklés, hanem ott volt a hegedű is az ön életében. Igen, hát az már hamarabb belépett, ugye klasszikus hegedű szakon tanultam én először, és aztán amikor a középiskolába felvételiztem, akkor mondtam, hogy az ének mellett akkor a klasszikus hegedű helyett népi hegedűre váltanék, mert nem árt több lábon állni, és akkor jó lehet az, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, és nem csak énekelni. Ugye hát innentől kezdve aztán persze meglepetésként szokta az ember olvasni egy plakáton, nagy rendezvényen, hogy nem csak énekes, hanem vesző prímás is. Az azért nem olyan szokványos, hogy Magyarországon, nem csak Magyarországon, hanem egyáltalán nem szokványos dolog, hogy hölgy prímásként jelenik meg. Egyre többen vagyunk azért. Ez is, hát talán kezd nőiesedni ez a szakma, de az igaz, hogy a hagyományban azért nagyon kevés női zenész van. Tudunk egyébként ilyenekről, de azért alapvetően férfi szakma ez, tehát egész éjszakákon át, illetve egy háromnapos lagzit, ez kemény fizikai munka volt kimuzsikálni, úgyhogy nem voltak túl sokan. Illetve az éneklés hegedülést nem mindenki tudja egyszerre művelni, mert nem tudom én ennek a pontos tudományos hátterét, de hogy más agyféltekét használunk talán egyik-másik tevékenységhez, és akkor ezt összehangolni sem olyan könnyű. Hát gyakorolni kellett az elején nagyon, és most sem megy minden dallam egyszerre, de igyekszem most is fejleszteni. Minden esetben hallottam önt énekelni, vagy éppen zenélni, akkor ez nem tűnt föl. De nézőként ez abszolút nem érzékelhető lent a
színpad előtt állva, úgyhogy ehhez is szívből gratulálok, hogy ez így működik a kettő együtt. Na most, amellett, hogy énekel, zenél, amellett tanít is. Az elhívás volt az ön életében, hogy mindazt továbbadja, amit kapott tehetségként? Igen, hát ez is szülői indítatás is. Édesanyám is tanár, ő matematika szakos, és hát láttam az ő pályáján, hogy foglalkozik a diákokkal, az osztályai mindig nagyon szerették, illetve azért nagyon kevés olyan zenész van, aki tényleg csak a színpadi muzsikálásból meg tud élni, tehát van egy ilyen vetülete is ennek, de én nagyon szeretem is. És itt a zeneiskolában pedig 6 évestől 22 éves korosztályig foglalkozhatunk fiatalokkal, tehát nem csak egy korosztállyal találkozik az ember, és én ezt nagyon élvezem, ennek a sokszínűségét. Mennyire nyitottak mai gyerekek arra, hogy népdal, népzene irányába forduljanak, és hogy elfogadják azt, hogy nem klasszikus zenét tanul, hanem népi dalokat, népzenét tanul? Hát ugye népdallal mindenki találkozik az általános iskolában, de nem biztos, hogy olyan stílushű előadásokkal, mint ahogy mi a zeneiskolában ugye el tudunk mélyedni egy-egy ilyen dallamban, de én úgy látom, hogy egyre nagyobb igény van erre, sok néptánc együttes van Debrecen szerte is, illetve országosan, egyre több kezdőfelnőtt néptánc együttessel is találkozunk, illetve tehát a néptáncosok közül is többen jelentkeznek, és hát a média hatása is, egyre több népzenei műsorral is találkozhatnak, hál' Istennek, és ezen felbuzdulva is azért érezhető, hogy többen érdeklődnek és szeretnének akár hivatásuknak is választani a népzenét, tehát úgy jönnek a zeneiskolába felvételizni, hogy de ők akkor így szeretnék továbbtanulásnak is ezt szeretnék választani, és úgy készüljünk. Ugye az már önmagában nagyon az egyetemi szinten is önálló szakként jelenik meg, hogy lehet népzenét tanulni, és egyetemi diploma lesz a vége. Ezen a területen is érzékelhető, hogy választják ezt a területet a fiatalok? Tehát odaszánják az életüket annak, hogy tényleg muzsikáljanak, és nem csak úgy papír nélkül, nem csak úgy a fülükből, hanem szakképesítése? Így van, ott is egyre többen választják, és most már két helyen tanulható az országban, Nyíregyházán és Budapesten volt, hogy csak itt volt, hogy csak ott működött ez felső oktatásban, de hál' Istennek egyre nagyobb az igény, ez is bizonyítja ezt. És ha már szóba került a vetélkedő, ugye nagyon-nagyon szép eredményei vannak önnek, nem csak abban a szempontból, hogy énekesként, prímásként, hanem a gyermekekkel való foglalkozásban is, hiszen egy országos hírű népi énekegyüttesnek is lehet ön a tanára. Milyen volt megélni azt, hogy ezek a gyerekek, amikor felmentek oda a színpadra, megnyertek egy versenyt? Így van, a Pendei énekegyüttes is a debreceni zenede népzenészei közül nőtt ki. Hát egész énekegyüttes családunk van, Másáriné Szebenyidit kolléganőmmel párban dolgozunk, tehát nem egyéni siker ez, sőt nem is a kettőnk sikere, hanem ez tényleg csak együtt 9-10 működőképes, sőt el ne felejtsük a szülői, rokoni támogatást, mert tehát itt tényleg nagy csapatmunkáról van szó. A 2016-os évadban már a Kispendei énekegyüttes szerepelt a Fölszállott a Pávában, illetve Veres Hunor szólistaként is, mind a két versenyző ezüstpáva címet érdemelt ki, és a 17-es évadban pedig a nagy lányok, a Pendei énekegyüttes megnyerték ezt a kategóriát, az énekes kategóriát. Megmondom őszintén, hogy erre nem voltunk igazán felkészülve, inkább arra, hogy nem baj, hogyha, illetve minden lépésnek örülünk. Örültünk, hogy az élőadásba kerültünk, örültünk, hogy a középdöntőig eljutottunk, és egy kicsit lehet azt mondani, hogy negatívan álltunk hozzá, de hogy inkább arra készültünk fel, hogy semmi baj, hogyha vége van ennek a műsornak, hiszen egy hatalmas lehetőség, az országos megmutatkozás lehetősége. Nyilván nagyon örültünk ennek, és a média figyelemnek köszönhetően sok felkérést kapott azóta az együttes. Ugye Kossuth díjátadón is énekelhetett a Pendei énekegyüttes, úgyhogy örömmel fogadjuk a felkéréseket, és igyekszünk tartani a színvonalat, hiszen ez nem csak öröm, hanem felelősség is, és ugye innentől kezdve ugyanazt képviseljük, csak talán több szempár figyel arra, hogy hogyan is dolgozunk mi itt ezzel a csapattal. Már a felelősség szóba került, mennyire érzi személyes felelősségének azt, hogy kicsit, most nagy szavakat fog mondani, de ilyen Kodály Bartók úton haladva
minél több helyen tudja elmondani azt, hogy micsoda értéket képvisel a magyar népzene, micsoda értéket képvisel az a magyar zenei képzés oktatása, amit hát ők kidolgoztak Kodály módszerként, ugye ismerünk is, de hát mindennek az alapja a népzene. Mindenképpen nagy felelősség, de ezt nem nyomásnak éli meg szerintem az ember, hogyha ezt választja valaki nem csak munkájának, hanem hivatásának, akkor hát ez egy életforma akár. Lehet, hogy rosszul is kérdeztem, nem egy felelősség, igen. Küldetés. Mennyire küldetés az ön életében? Nem nagyon szoktam ezt így megfogalmazni, de valószínűleg az. Illetve nekem is van olyan ember, akinek ugyanígy éreztem én, hogy nagyon neki küldetése van. És hogyha esetleg rólam ez a kép fogalmazódik meg valakiben, akkor annak nagyon örülök, mert hát igen, én tényleg ebben élek, akár ez ugye öltözködésben is megjelenhet, hogy egy kalár is megjelenik a mindennapokban, és nem egy díszlet, nem jelmez, hanem szerves folytatása ennek a kultúrának, és próbáljuk ezt a növendékekbe, gyerekekben is betáplálni, hogy ez egy olyan értékrend, amit nem szabad elveszíteni. Aztán sajnos már csak nagyon röviden, de nem szabad kihagyni. Ön nem csak megéli, nem csak muzsikál, nem csak zenél, nem csak továbbadja a hallgatóság a nézők felé, hanem még gyűjti is az értékeket. Ez mennyire, és megint csak felelősség, mennyire felelőssége, vagy éppen elhivatottság az emberben, hogyha ezt a területet műveli, akkor menjen és még kutassa az újabb és újabb kincseket. Van még szűz terület, már bocsánat, hogy így fogalmazok, ahonnan lehet gyűjteni? Hát vannak kevésbé feltárt területek is, illetve sajnos egyre kevesebb embert, de mindig lehet találni olyanokat, akiktől tudunk magunkba szívni pontosan ebből az értékrendből, ebből az életformából valamit, és azt szoktam mondani, hogy nem egy új dallam felkutatása feltétlenül a cél, hanem maga az a személyes találkozás is olyan töltődést jelenthet, ami utána hetekre, hónapokra tovább lendíti az embert, illetve akár csak egy-egy információt, ami kevésbé feltárt területekről, hogyha nem is teljesen szűz területek, hogy milyen vonós banda volt, név szerint, kikre emlékeznek, szokásokat, nem csak népzenéről van itt szó, szokásokról, népmeséről, népi ételeknek az adott területre jellemző sajátosságairól, tehát hogy nagyon, nagyon sok kérdés van még, amit fel lehet tenni egy-egy ilyen alkalommal. Hát, sok erőt és kitartást ehhez a munkához, és még egyszer szépen gratulálok, köszönöm szépen, elfogadtam a kívásunkat. Nagyon szépen köszönöm. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!